Yeah.
Isten igéjét. Hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólott hozzá, én fiam vagy te, ma szültelek téged, miképpen másut is mondja, te örökkévaló pap vagy Melkisédek rendje szerint, ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel erős kiáltás és könyvulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgatott az ő istenfélelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Amen. Amikor útban voltunk ide a temető fele, eszembe jutott, hogy az utolsó temetés, amelyen a rokonsággal együtt voltunk Nagyfaluban, akkor volt az, amikor megtudtuk, hogy Mázár József nagyon beteg, és felfedeztek nála egy nagyon súlyos betegséget. És imádkoztunk azért, hogy a Jóisten cselekedjen, ha lehet, szabadítsa meg ettől a betegségtől. És imádkoztunk azért is, hogy ha Jóisten mégis úgy látná, hogy őt elhívja innen a földi életből, akkor legyen elkészülve. Hiszen ez a legfontosabb ami számunkra, hogy elkészüljünk a Jóistennel való találkozásra. Találkozásaink során az egyik alkalommal felemlítettem neki azt is, amit annak idején a kórházban, ahol kórházi lelkészként munkálkodtam, bátorításként mondtunk a betegeknek. Volt egy néhány pont, egy listán, amit oda is adtunk. Az egyik közte az volt, csak a mai napot veszem most figyelembe, a mai napon igyekszem arra, hogy az történjen az életemben, amit a Jóisten akar. Egy második pont az volt, nem tudom pontosan, hogy miért, de tudom, hogy Isten előtt világos, hogy valami célja van ennek a szenvedésnek az én életemben. A harmadik az volt, úgy gondolom, hogy az én szenvedésemnek valamilyen célja van a körülöttem levők számára is. Isten valamit akar mondani a körülöttem levőknek is. Mindegyikre rábólintott, mint aki egyetért vele. És így van, Isten szenvedéseink által nekünk akar mondani valamit, és még a körülöttünk levőknek is akar mondani valamit. És most, amikor itt vagyunk, az ő ravatalánál, itt vagyunk a temetésen, úgy hiszem, hogy Isten mondani akar nekünk valamit. Egy temetés által, azáltal, ami itt történik, Istennek van komoly mondani valója, ami számunkra, azok számára, akik még élünk, akik még tudunk gondolkozni, akik tudunk elcsendesedni a szívünk mélyén, és Isten felé közeledni. Egy olyan ígét olvasunk, amely az Úr Jézus Krisztus csodálatos munkáról beszél. Az, amit ő tett itt a földi életben, az nagyon sokrétű volt. Betegeket gyógyított, halottakat feltámasztott, embereket tanított, tanácsolt, és sok mindent tett. De a legfontosabb, amit tett, az, hogy a keresztfán meghalt, érettünk és helyettünk, hogy nekünk üdvösséget szerezzen.
És azt mondja itt a zsidókhoz írt levél írója, hogy ő örök üdvösségnek lett a szerzője. Nem akár mit tett ő, ő vállalta értünk a halált a kereszten. Miért is volt erre szükség? Csak röviden elevenítsük fel Isten igéjének a fő tanítását ezzel kapcsolatosan. Az egyik nagyon fontos tanítás az, hogy az ember bűnös. Mindenki. Mindenki vétkezett, nem számít, hogy kevesebbet vagy többet, súlyosabb vagy kevésbé súlyos bűn követett el, mindenki eljöjjön az ő egyszülött fia, az Úr Jézus Krisztus, hogy szeplőtelen báránként, ártatlanként meghaljon érettünk és helyettünk. És bárki, aki ő benne hisz, aki elfogadja azt, amit ő felkínál, bűneinek a bocsánatát, az megmenekül az örök kárhozattól, nem kell fizetnie a bűneiért azzal, hogy örök halál a része, hanem örök élet, üdvösség a része, egyszerűen csak azért, mert Jézus Krisztus vére megtisztította minden bűntől. Csodálatos ez. Nekünk ingyenes. Fel van kínálva minden embernek, és igaz, hogy ingyenes, de valakinek nagyon sokba került, hisz Jézus Krisztusnak az életébe került. Erről az üdvösségről beszél ez az ige. Azt mondja itt, hogy ő főpapként bement, mint egy a templomba, a szentélybe, bemutatni az áldozatot. Nem úgy, mint annak idején, az Ószövetség idején a papok rendszeresen mentek a templomba, hogy bemutassák az áldozatot. Ez az áldozat egyszer s mindenkorra, minden bűnre érvényes, minden bűnt el tud törölni. Hogy milyen sokba került ez, az is mutatja, amit itt az ígében olvasunk őrolla, hogy szenvedett. Azt mondja, hogy könyörgések, esedezések, könyvullatás, kiáltás. Ez mind az Úr Jézus Krisztusnak a szenvedéséhez tartozott. Jézus Krisztus azért tette ezt, hogy az ember ne kelljen ilyet átéljen majd az örökké valóságban, a kárhozatban, könyvullatás, fogcsikorgatás, könyörgés, úgy, hogy annak semmi meghallgatása nincs. Jézus Krisztus vállalta, hogy érettünk, könyörög. És azóta is esedezik az övéjét, és ő munkálkodik az ő szent lelke által az övéinek az életében. A Szent Léleknek egy másik csodálatos munkája az, hogy azt az embert, aki távol van Istentől, készteti az ő szívében, hogy ő is közeledjen Istenhez. Akárhányszor érezted a szívedben azt, hogy kellene közeledjek Istenhez, valahogy jobban kellene odafigyeljek rá. Ne talán még az is megfogalmazódik, hogy kellene szabaduljak ezektől a bűnöktől, kellene egy új életet éljek. Tudd meg, ez mindig Isten szent lelkének az indítatására van. Ő késztet bennünket erre. Ő késztet a jóra, mindig. Aztán az is mondja itt az ige, hogy ő a fiú, Isten egyszülött fia, örök üdvösség szerzője lett, mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Megvan a feltétele annak, hogy valaki elnyerje ezt az örök üdvösséget, az engedelmesség. Ő is engedelmes volt. Engedelmeskedett az atyának, mint fiú. És vállalta értünk a szenvedést, vállalta értünk a kereszthalált. És aztán azt mondja itt az ige, hogy mindenkinek felkínálja az üdvösséget, aki engedelmeskedik neki. Az engedelmesség egy alapvető vonása kell, hogy legyen a hívő embernek. Ugye már kicsi gyerekkortól tanuljuk azt, hogy amit tudunk gondolkodni, amit tudunk dönteni, mert utána már késő. Amíg van felfogó képességünk. Vannak emberek, akik úgy megbetegednek, hogy nem tudnak már gondolkodni. Nincs felfogó képességünk. Hiába beszélsz, nem érti. Ő már nem tud engedelmeskedni. De milyen jó, hogy még tudunk gondolkodni, és saját döntésünk szerint engedelmeskedhetünk
Istennek, és megköszönhetjük neki az üdvösséget. Azt mondja az ige itt, hogy örök üdvösség. Vannak dolgok ebben a földi életben, amelyek jó, amelyek hasznosak, amelyek kellemesek, tetszenek nekünk. Csak van egy valami, ami legtöbbet ezek közül a dolgok közül jelenti, hogy nem tart örökké. Örülünk az egészségnek, de nem tart örökké. Örülünk a jó időjárásnak, ez se tart mindig. Örülünk egy jó munkahelynek, ez se tart örökké. Örülünk a nyugdíjnak, ez se tart örökké. Örülünk a családnak, hogy körülöttünk lehetünk. Még ez sem tart örökké itt a Földön. De az üdvösség örökké tart. És az üdvösség nem csak, hogy örökké tart, de ráadásul nem egyedül kell ott a mennyországban lenni. Hiszen körülvesznek szeretteink, akik ők is elfogadták az üdvösséget. Ott van maga Jézus Krisztus, ott van a jó Atya, a jó Isten, ott vannak a szentek, ott vannak mindazok, akik évezredek óta elfogadták a jó Isten, elfogadták az üdvösséget, hittek benne, és az ő gyermekeivé váltak. Örök üdvösség. Hadd csillagcsap el előttünk a jó Isten lelke által ezt az üdvösséget, és tegyen bennünket vágyakozóvá, hogy ezt elnyerjük, ha nem tettünk véget. Engedelmesség kérdése. Ha valaki azt kérdezi, mit kell tegyen? Nagyon egyszerű. Engedelmeskedni kell. Isten készen arra, hogy jöjjünk hozzá, fogadjuk el az áldozatot, szívünk mélyén, szólítsuk őt meg, kérjük őt, hogy bocsássa meg bűneinket Jézus Krisztus áldozatáért, és elnyerjük hitáltal az üdvösséget. Ilyen egyszer. Ha pedig az övéi vagyunk, értékeljük azt, amit ő tett értünk. Engedjük azt, hogy nap mint nap formáljunk bennünket. Készítsen a vele való találkozásra. Nem tudhatjuk, hogy mikor lesz a következő temetés. Ott nagyfaluban nem tudtuk, hogy ki lesz a következő temetés. És nem tudjuk, hogy ki lesz most ezután a következő. Akár a rokonságban, akár itt, a jelenlevő közül, nem tudhatjuk. De egyet tudhatunk, hogy ha van üdvösségünk, hogyha elkészültünk a vele való találkozásra, akkor vele a jó Istennel találkozhatunk. A jó Isten nagyon vigasztalás a kedves gyászoló családnak, mindazoknak, akik most itt vannak, és készítessen bennünket arra, hogy ő vele járjunk.
Jó Istenünk, köszönjük neked, hogy letekintettél erre a bűnös világra, az emberiségre, és megkönnyörültél, megesett a szíved, és elküldted a te egyszülött fiad, Jézus Krisztust, hogy nekünk üdvösséget szerezzen, méghozzá örök üdvösséget. Köszönjük azt, hogy ez ma is fel van kínálva. Köszönjük azt, hogy te felkínáltad sok embernek már, és ezzel a mai napon is ezt tetted. Köszönjük azt, hogy hozzád jöhetünk, mert te nálad nyerhetünk egyedül örök üdvösséget. Hálát adunk az Úr Jézus Krisztus áldozatáért, szenvedéseiért, és köszönjük azt, hogy ennek volt értelme, hiszen azóta nagyon-nagyon sok ember már elfogadta bűneinek a bocsánatát, elnyerte, és gyermekeddé válhatott. Urunk, imádkozunk, hogy segíts minnyájunkat megszívlelni a kínálatot, amit te azt tettünk. És köszönjük azt, hogy sokan már megismerhetjük az üdvösséget. Köszönjük bűneink bocsánatát, és kérünk segíts, hogy neked tetszően tudjunk élni. Legyünk készen a veled való találkozásra. Köszönjük, hogy erre készítesz bennünket. És mások szenvedése és elköltözése innen a földi életből szintén szól hozzánk, megszólít bennünket, hogy készüljünk el. Kérünk Istenünk, hogy te adj vigasztalódást most a gyászoló családnak, mindazoknak, akik itt vagyunk. Segíts, hogy megértve ígédet tudjunk veled járni neked tetsző módon. A te kegyelmedből kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Thank you.
gyász Isten tisztelete. Köszönjük, hogy adventi időszakot élünk. Köszönjük, hogy készülődhetünk ünnepelni a szent ünnepet is, amikor Józsi testvérte hazaszólít. Köszönjük őket azt a 61 évet, amit itt tartottad a földön. Köszönöm, Uram, hogy egy padba ülhettünk sok évet. Hallgathattuk isteni beszédedet. Hiszem, Uram, hogy a te beszéded, a Biblia szava nem tért vissza üresen. Hiszem, Uram, hogy az ő szívét is érintetted. Hiszem, hogy őtet is elkészítetted a mennyország számára. Ó, áldott legyen a te neved, Uram, hogy egy sok évet tölthettünk együtt egy imaházban. Hiszem, Uram, hogy mindaz, amit szóltál hozzánk, az életé vált a mi életünkben. Köszönjük, áldott Istenünk, hogy mostán szóltál hozzánk, és most is akarsz szólni. Uram, készítsd a szívünket, akinek még dobog a szíve, hogy halljuk meg a te hangodat továbbra is, Uram. Te fel akarsz készíteni ezt a nagy tömeget, a rokonokat, az ismerősöket, akik nem szerettük még meg a Bibliát. Uram, kérünk, segítsél! Ne engedd, Uram, az adventi ünnepnek, a karácsony, az esenyiszom ünnepe legyen, hanem legyen, amik úgy letérdepeljünk előtte, mint a pásztorok, mint a bőrcsek, ott leborultak előtted. Uram, add, hogy legyen nekünk is egy ilyen ünnepünk, amikor megszületik Jézus Krisztus az életünkben. Kérünk, Atyám, hallgass meg imánkat! A családot is vigasztal meg, Uram! És add, Uram, hogy ne érezzel-e hiányérzetet, gyógyítsd meg a sebeket! Jézus Krisztus nevéért! Hallgass meg esedezésünket! Amen! Amen. A 24. rész 14. versétől olvasom. Erről pedig vallást teszek néked, hogy én aszerint az út szerint, melyet felekezetnek mondanak, úgy szolgálok az én atyáim Istenének, mint aki hiszek mindazokban, amik a törvényben és a prófétákban meg vannak írva. Reménységem lévén az Istenben, amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mint igazaknak, mint hamisaknak. Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten, és az emberek előtt mindenki készen legyen. De nem elég csak elkészülni, mire jön a feltámadás. Mert lehet, hogy valaki meghal, és a feltámadás jön majd 100 év múlva, 1000 év múlva, vannak, akik nagyon régen meghaltak. Nem a feltámadásra, hanem az elköltözésre kell, hogy elkészüljünk. Hogyha elkészültünk az Úrral való találkozásra, aztán majd jön a feltámadás, és akkor úgy kell megjelennünk, úgy kell feltámadni, mint igazaknak. Nem a mi igazságunk az, ami bennünket igazzá tesz. Egyik sem igaz ebből a szempontból, hanem Jézus Krisztus áldozata által megigazulhatunk. Vagyis Isten Jézusra való tekintettel bennünket igaznak tekint, igaznak nyilvánít. Mert bűneinkre elnyertük a bocsánatot, és ha már nincs bűn, nincs ami vádoljon, akkor igazak vagyunk. Egy dologra igyekszik itt Pál apostol, azt mondja, ebben gyakorlom magam, és mondja, hogy miben, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen. Ugye a lelkiismeret mindenkinek az életében, a szívében munkálkodik. Van, akinek a lelkiismerete elaludt, van, akinek a lelkiismerete több mindent megenged magának, mint amennyit kellene. Lehet valakinek a lelkiismerete túl szigorú, de van olyan, hogy Isten bennünket tud lelkiismeretünk által szólítani, késztetni, figyelmeztetni. A lelkiismeret egy figyelmeztető lámpa, amely kigyullad, akkor, amikor valami nincsen rendben. És azt mondja Pál apostol, készülve a földi életből való eltávozásra, készülve arra, hogy majd lesz feltámadás,
én valamit gyakorlok. Azt mondja, ebben gyakorlom magam, hogy lelkiismeretem rendben legyen, tiszta legyen. És nem csak emberek előtt, Isten előtt is. Vizsgáljuk meg életünket. Mi, akik még az élők között vagyunk. Mit mond a lelkiismeretünk? Figyeljünk oda. Figyeljünk a lelkiismeretünkre, gyakoroljuk magunkat abban, hogy erre figyelünk, és gyakoroljuk magunkat abban, hogy Istennek engedelmeskedünk, neki tetsző élettel szolgálunk. Pál apostol elérte azt, hogy őt kivégezték a hitéért. Nem tudjuk, hogy hányan kell, hogy meghalljanak még ezzel a világban, és találhatunk halni az ő hitükért, az Úr Jézus Krisztusért. Én gyakorlatok, hogy ma is ezt teszik. Vállalják ezt is. Mi szabadságban élünk, nincs üldözés. De ez a szabadság arra kell késztessen bennünket, hogy annál inkább odaadóan neki szolgáljunk. Hiszen ilyen jó körülmények között ne szánná oda az ő életét neki, neki tetsző élettel engedelmesen élve. Lesz feltámadás, lesz találkozás is. Feltámadnak igazak, feltámadnak hamisak. Nagyon rossz találkozás lesz majd okolban azok számára, akik elkárhoznak. Isten mentsen bennünket, mindnyájunkat ettől. Őrizzen meg! De nagyon csodálatos lesz a találkozás a mennyországban. Nem egyedül, hanem ott tesznek mindazok, akik az Úr gyermekei voltak, akik igyekeztek, gyakorolták magukat abban, hogy Isten és ember előtt tiszta lelkiismerettel éljenek. A Jóisten segítsen mindnyájunkat, hogy gyakoroljuk magukat ebben. Legyünk készen, és amikor a feltámadás jön, mi az igazak feltámadásában részesülhessünk. Isten adjon vigasztalást nekünk, akik most itt vagyunk. Mindig fáj, amikor valaki eltávozik, és még akkor is, hogyha van Isten gyermekeinek viszont látása, viszont találkozása, mégis fájdalmas az elválás. Úr segítsen bennünket, hogy mi magunk készüljünk el a vele való találkozásra. Imádkozzunk azért, hogy az Úr ezt végezze el mindnyájunkban, csendesedjünk el magunkban, imádkozva, hangosan kérem, hogy Gere Árpád testvér imádkozzon. Jó Istenünk, hálát adunk azért, hogy ez alkalommal is szólt a te drága igéd. Köszönjük, Urunk, hogy az igét hallva ismerhetünk meg téged, nyerhettük el az üdvösséget. Köszönjük, hogy ezt az igét hallhatta a mi testvérünk, Mázár József is. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy te nem hagysz senkit igen nélkül, és szólingatsz valamennyünket. Köszönjük, hogy a te lelked által tudod munkálni az igét is mi bennünk, hogy tudjunk igent mondani az ígére, a te hívásodra. Hálát adunk az üdvösségért, amelyet elnyerhetünk, és hálát adunk az örök reménységért, amit helyeztél a mi szívünkben. Nincs vége az életnek a sírnál, hanem van örök életünk tenállal. Köszönjük, Urunk, hogy ezzel vigasztalod a családot, a feleséget, a gyermekeket. Köszönjük, Urunk, hogy ezzel vigasztalsz valamennyüket. És azt mondom, hogy egy ilyen alkalom által, hogy készítsél bennünket és az örök életre. Urunk, segíts, hogy tudjunk úgy élni, hogy bármikor elszólítasz, készen. Kérünk, hogy segítsél meg, hogy életünk is olyan legyen, amely jó bizonyság, és ami életünk által tudunk téged bemutatni. Urunk, újra kérünk, hogy vigasztald a gyászolókat, a te lelkeddel. Köszönjük, Urunk, hogy ezt megcselekszed. Hálát adunk igédért, hogy azzal vigasztalsz bennünket. Amen. 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 Amen.